Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! Itthon vagyok, hogy látjátok, nem régettem az a munkából. Épp hogy csak megzonyoztam magamat, megevédeltünk, felvettük ugye Lukaszt az iskolából, közösen a feleségemmel, ugyanis úgy értem haza, hogy egyből odamentem, és már régen kezdtem így a videót, hogy hazajöttem, megzonyoztam magam, régen szoktam, ugye nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy nem, hogy hazajövök, megzonyozok-e, ettem, nem. Aztán, amit akartam mondani, itt van Lukasz is, szervusz, mi a helyzet? Itt a nyuszi is. Lukasz még nem öltözött, tehát nem, hogy ja, mi van a kezedbe? Hűtőmágnes, gyönyörű. Aztán, mit kaptál ma az iskolába? Képzeld el, mit kapott a Lukasz? Egy sárgalapot, de nem azért, mert focizott ugye, és a fociba adtak sárgalapot, hanem azért kapott sárgalapot, mert futott, állítólag futott. Ugye Lukasz, futottál az iskolába? Ja. Azt mondtad, hogy nem is futottál, csak gyorsan gyalogoltál. Holnap ugye nem másról kell neki bemenni, képzeld el, mint a tanáriba, vagy az igazgatóiba kell bemenni. Az office-ba. Az office-ba. Akkor a tanáriba kell neki bemennie. Van egy ilyen sárga papírja, hol a sárga papírod? És rá van írva, hogy futott a gyerek, és holnap be kell neki menni. Mit fogsz kapni? Én nem tudom. Semmit. Semmit nem fog kapni. És egy ilyen kutya. Figyelmeztetést, úgyhogy most meg kell, hogy... Úgyhogy, most meg kell, hogy büntessük a Lukaszt, mi legyen a büntetésed? Semmi! Semmi? Én már valamit gondolkozok. Amúgy... De én már tudom is, tudom, mi lesz a büntetésed? El kell, hogy velem gyere a moziba, és meg kell nézni azt a filmet velem, amit akartam már régóta. De, mi azt, hogy nem? De, az a büntetésed. Úgyhogy menjünk a moziba, ha nem ezen a héten, a jövő héten. Ugye a Lukaszt nagyon nem szoktuk büntetni. Mikor szoktunk megbüntetni? Nagy ritkán. És olyankor csak az a büntetése maximum, hogy nem használhatja a számítógépét, az iPad-ét mondjuk egész este, vagy egy nap maximum. Maximum ez a büntetésed. Más nagyon nem szokták kapni. Ne, az is csak akkor, hogyha nagyon-nagyon valami nagyon rosszaságot csinál. Amit akartam kérdezni, hogy nálatok hogy megy otthon, vagy hogy ment régen? Titeket szoktak megbüntetni otthon a szüleitek, vagy még mindig ugye, hogyha iskolába jártok és annyi idősek vagytok, mivel büntetnek meg titeket? Mert mi a Lukasz nagyon nem büntetjük. De ahogy mondtam, maximum nem használhatja a számítógépét, vagy az iPad-ét ugye egész este, de olyan nagyon nem szoktuk büntetni, nagyon-nagyon ritkán. De kíváncsi lennék, hogy ez másnál hogy megy, hogy milyen büntetéseitek vannak, vagy ami sose szoktuk megvenni, még valaki még azt hiszi, hogy néha talán meg szoktuk venni, azt nem szoktuk megvenni, sose a Lukaszt. Aztán, mert amúgy most nem más csinálunk, mint el kell mennem, ugyanis el kell mennem a festékból, fel kell vennem festéket, utána hazajövök, és nem más fogunk csinálni, mint sorsolunk, ugyanis még mindig megvan az 3 képes lap, jó helyen, ahol eltettem oda be a fiókba, úgyhogy a szerencsés nyerteseket ki fogom sorsolni, amint hazajöttem. Úgyhogy hozom a pénztárcámat, a kulcsomat, a telefonod, ugye szokás szerint ez a mai videó nem zenés videó, ugyanis mondtam, hogy hétköznap valószínű, hogy zene nélküli videók lesznek, és a zenés videók maradnak a hétvégére. Úgyhogy ma nem lesz zene, kivéve az elején a logó, az a zenés. Azt hiszem, hogy megvan mindenem, nem tudom, el kéne vinni a fölösület, vagy nem kéne. Azt hiszem, hogy bedobom az autóban, mert eléggé... Most jó idő van, de estére lehet megnyilegül a levegő, szokás szerint lesz ott hűlni a levegő. Amúgy tegnap este nem tudom, hogy olyan hideg volt, legalábbis én nagyon fáztam. Amúgy képzeld el, itt estére úgy itt fájt, így bedagadt, itt az arcszülegem, és annyira fájt, vettem be egy gyógyszert, de reggelre jobb lett, úgyhogy amúgy mindig egy kicsit náthás vagyok, ahogy halljátok, lehet nem halljátok. Úgyhogy elköszönök a családtól, aztán meg kell mennem kenyérért. Erre felejtsétek, hogy kell mennem kenyeret is, mondták, mert elfogyott. Na, aztán megyünk. Látom, ilyen szép esőtől a paliban egy-két felhő az égen, komolyan mondom. Amúgy általában az öcsém szokott menni felvenni a festéket, nem is általában, mindig ő felvenni a festéket, kivéve olyankor, hogyha nem ér rá, olyankor általában én szoktam elmenni a festékért, és holnapra kell festék, képzeld el, de gyorsan el kell menni a festékboltba. Van több festékbolt, de ahova én megyek, a legközelebbi, talán a legközelebbi az ilyen, hát nem tudom, 15-20 perc vezetése van, mit ülünk, most épp ahol lakunk. Úgyhogy a mai délután autózással fogom tölteni, még az a szerencsé, hogy szép az idő, sem esik az eső, hogy este az esőt nem tudom olyan, az emberek, akkor nincs nagy kedve. Aztán várjál, amit akarok mutatni, itt megyek, valahol itt, képzeld el, a hétvégén leégett egy ilyen, nem ház, egy ilyen műhely, vagy nem is műhely, valami ilyen, ahol tartanak dolgokat, valahol itt bent, és van itt autószerelő, meg gumis, meg csempés, meg mindenféle fajta ilyen üzlet, és itt bent valahol, ott nem tudom, láttátok-e vagy nem, én nem tudom oda nézni, én is vezetek, akkora füst volt, meg tűz, képzeld el,
ki voltak a rendőrautók, a mentőautók, a tűzoltóautók, itt le volt zárva az egész utca. Gondoltam, hogy lefilezem nektek, csak mi nem láttuk. A szőim látták, képzeld el, az erkélyükről, így a távolban, de gondoltam, hogy eljövök, lefilmezem, vagy nem kéne. Na minden, azt nem jöttem el végül is, úgy döntöttem. Onnan nézd, mit találtam, egy karambolt ott a túloldalt, itt jobbra látod, ott villanak az autók, és valószínűleg már viszik el a törött autókat, mert úgy láttam messziről. Próbálom nem ráközelíteni, de itt már le is lassan, talán valamit fogunk bele látni. Valaki megint nekiment valakinek, látod, itt mindig összetörik egymást, azért mindig nagy a forgalom, és az egyik nem figyel oda, és neki megy a másiknak. Csak azt nem ért, hogy ennek az oldalak miért kell lelassulni ilyenkor. Oda nézzél, viszik az autót, de kicsit összetörött, nem is olyan nagyon. Olyan ez ilyen Ferrari, fekete, te, nagyon elfogadna. Na várjál, rossz oldalra megyek, át kell sorolni. Na annyira néztem az autót, hogy nagyon rossz irányba mentem rá az autópályára. Látod mi a fekete? Na én mindig azt mondom, hogy pirosba szebb, szerintem. A Ferrari pirosba szép. Na mondjuk ebből is elfogadnám. Beszorultam a két kamion kezé, egy előttem egy nagy meg itt jobb oldal, te ez a hosszú kamion. Nem a leghosszabb, de azért hosszú, látod? Megy, most már megyünk mi. Aztán mindjárt itt vagyok a festékboltnál, itt a kanyar után el kell mennem a balra. Itt valahol, várjál. Állnak itt ezek az autók, itt bemegyünk balra, és ott van a festékbolt. Ott szemben, látod? Ez itt a sarkon. Meg a végén nem lesz, nem fog tudni megállni te. Úgyhogy, most gyorsan befutok, felveszem a festéket, aztán így tovább kell nyeret venni. Végeztem a festékboltba, felvettem a festéket, és kézzel jövök hazafelé, és elborult az egyik kanyarra a festék, nem tudok megállni, hogy sehoz megnézni, hogy nem hiszem, hogy kiborult. Nagyon remélem, hogy nem borult ki, mert hogy kiborult, akkor még a végén vissza kell mennem. Bármire visszaérek, addig meg bezár a festékbolt. Bár jól le vannak zárva ezek a festék, úgyhogy talán nem borult ki. Mert nem csak az, hogy kiborult a festék, de akkor beleborult az autó, és na, visszajöttem, vettem kanyaret, látod? Ez a plafonfesték. Felállítottam, nincsen semmi baja. A másiknak sincsen, várjál, ki kéne venni. Látod? Ennek sincs semmi baja. Úgyhogy szerencsére nem borult ki. Jaj. Ahogy nézd ezt az autót, látod ezt a Kiát? Nekem megtetszett, ez ilyen minivan, ilyen családias autó. Mutattam ezt nektek, vagy mondtam nektek. Nem néz olyan rosszul ki. Főleg a jobbik változata, a fekete kerékkel, piros színben, vagy fekete színben, és nagyon sötét üvegekkel, nekem tetszik. És az a baj, nagyon drága. Legalábbis jóval drágább, mint amennyi pénzt mi akarunk költeni autóra. Amúgy még mindig várunk, még el nem költözünk, úgyhogy na minden. Aztán várok a piros lámpára, valamit akartam nektek mondani. Nem sokára el fogjuk érni az 50 ezer feliratkozót. Te! Szerintem még egy pár nap, is elérjük. Ahogy ígértem nektek, elérjük az 50 ezer feliratkozót, én nagyon boldog leszek. És azt az okos órát, amit mutattam nektek, ki fogom sorsolni. Valószínűleg hogy a jövő héten is pár napon belül, hogyha minden jól megy, szerintem elérjük az 50 ezer feliratkozót. Úgyhogy még nem vagy feliratkozva a csatornára, és tetszenek a videók, ne feledkezzél el feliratkozni rá. Jövő héten sorsom, és ki kéne gondolnom, hogy mi legyen a kérdés, tehát valami érdekes kérdést akarok feltenni nektek. Nem tudom, hogy meglátjuk, na várják, közben zöldet kaptam. Aztán a következő cél az 50 ezer után a 100 ezeres feliratkozó, bár most, ahogy láttátok, ugye most elkezdett megint nőni a feliratkozónak a száma. Múlt hónapban egy kicsit visszaesett, akkor nem nagyon akart nőni, de most újra elkezdtek feliratkozni emberek, aminek nagyon örülök. Hoppá, na várják, megjöttünk. Úgyhogy ahogy mondtam, ha jól néztem, 49.800 valamennyinél áll a feliratkozónak a száma. Úgyhogy én szerintem egy pár napon belül elérjük. Lehet, hogy holnapra elérjük. Lehet, hogy mire nézzük, vagy nézzük ezt a videót, már elértük. Aztán se lehet tudni. Mindegy, a sorsolás, amint elérjük, a sorsolás hozni, hogy jövő héten lesz. És ma meglátjátok. Amúgy hazaértünk, látod? Hazaértünk. És próbáljuk valahol itt megállni. Most, hogy elkészült ez az új épület itt szembe, itt mellettünk, egyre több autó áll megint. Tehát megint nagyon nehéz megállni. Most még itt van hely, látod, ugyanire vissza, ahol voltam. Most még van hely, de estére, amikor már hazajön mindenki a munkából, várja, rosszul álltam be. Utána már nagyon nehéz megállni. Oda néz, felmostak te. Na azt mutatom, hogy felmostak te. Naponta felszoktak most, vagy pár naponta, de csak így ellocsolják a portot, mert sok értelemben nincsen. Várja, megjöttünk.
Hozzá érkeztem, most játszunk, az hiszem, a Davis is a Lucas tanul. Hova? Mi történt itt? Oda nézzél! Hol a takarom? A ruhám? Mit keres ott? Te! Hol a lámpa? Hol az óra? Ja, látom, alkottál megint. Jaj, te! Úgyhogy most ezt helyre rakjuk, legalábbis a takarót eligazítjuk. Ja, meg mit csinálunk? Elrakjuk az órát is. Tegnap annyira kihúzta, hogy még az áramból is kirángatta. Ez maradhat itt. A ruha, az meg... Aj, te, ezt is kivesszük a helyéről. Nyuszi, mit csinálsz? Mi? Te, ne vedd be oda a fejedet. Úgy szép az idő. Látod, megy a nap. Azt mondja, ezt az üreget meg kell majd takarítani. Nem tudom mennyire látni, vagy nem. Eléggé ilyen piszkos. Mit csinálsz? Nyuszi, mit csinálsz? Te, hogy fog ezzel örülni, hogy elköltözünk ilyen családi házba, és kimehet az udvarra rohangálni? Nagyon ki akar mindig menni csak ide. Kiengedjük, de csak úgy, hogy hobbi is ott vagyunk. Hogy nehogy véletlen valamit ott ledobjon, valami labdát. A szomszéd nem hiszem, hogy nagyon örülne neki. Mi? Mit hülyéskedsz? Te! Jaj. Úgyhogy most bózkodunk egyet. Hello! Mi van, bujócska? Mi? Elbújunk? De te bújjál, én meg számolok. 1, 2, nem nézünk oda. Ja, te ne. Bóckodsz vagy itt, bóckodsz, mi? Gyere vissza, te! Gyere! Nézd, ott sincs más semmi, ott is lehet minden szedve. Azt a képeket még mindig nem raktuk fel, de most már ugye nem is fogjuk. Mikor mondtam, amikor beköltözünk, mondtam, hogy valamit ide fel kéne tenni, meg oda fel kéne tenni, mert ugye üresek a falak. De mivel elköltözünk, ezért nem akarok nagyon kopácsolni, meg lukakat csinálni a falra, elég így is elég lesz, hogy kiavítani a falakat, mikor elköltözünk, és a Davis ugye a székeket nekitolja a falnak, a ilyen jeleket hagy rajta, és próbálom mindig lemosni, én is, meg a feleségem is, de szerintem egy pár helyen újra kell, legalábbis ki kell csak javítani a falat, mit csinálsz? Aztán, tudod majdnem, mit felejtettünk el, sorsolni, te! Ugye, amit a Lucas megtanult, megyünk, rendben van, és sorsolunk, még nem tudom hogyan, lehet, hogy húzogatjuk a kommenteket, és majd kiválasztok egyet, kettőt, hármat. Ja, mert múltkor sem működött. Ez a weboldalas, amikor automatán ugye kiválaszt a kommenteket, múltkor sem működött rendesen, úgyhogy nekem kellett. Ja, majd te választasz? Mi? Ja, milyen a szád? Mi van az? Mi van? Jaj, de szép fogaid vannak, te nyuszi. Mi? Megtanultam, Lucas, kijöttünk ide a konyhába, közben átvettem a gatyámat, képzeld el, mutatom, milyen a gatyám. Ilyen rövid, és ilyen érdekes. Na várjál, ne akar menni a Davis. Hoppá! Szerintem még én nem mutattam ezt a drágot, már régi nadrág, csak nem nagyon szoktam felhúzni. Látod, ilyen fura. Na milyen? Úgyhogy most felvettem egyet. Aztán nem más csinálunk, mint sorsolni fogunk, ugyanis ahogy mondtam, amikor van 3 darab képeslap, ami megmaradt, hogyha megtalálom, meg is mutatom nektek, itt van fönt. Van egy ilyen gólkosztos, egy ilyen Surface Paradise, aztán van egy másik ilyen gólkosztos, azon is Surface Paradise. Köszi, te mi csinálsz a székemen? Na, hogy lehessél nekem mondnét? Na ugye, majd én állok. Meg van egy ilyen kórás, mutatom azt is, csak lerakom a többit. Na, ilyen, látod? Ugye ezt a 3 darab képeslapot most ki fogjuk sorsolni, és a szerencsés nyerteseknek, na várja, mire kell jönni, hogy lehessen, a szerencsés nyerteseknek alá is fogom írni, meg valamit írok rá, hello, szia, szávasz, meg aláírom, meg valami. Na, ugye többen kértétek tőlem, amúgy mindig alá szoktam írni, meg valamit szoktam írni a képeslapra, meg hogyha valamit ugye küldök. Úgyhogy betöltöttem a videót, na várjál, csak mindjárt levesszük a Davis, hogy arrébb küzdjük, hogy nehogy lássen. Gyere, Nyuszi! Gyere! És automatán fogom, nem automatán, manuálisan fogom kisorsolni, mutatom neked. És amúgy, hogy nem működött ez az automata sorsoló. Na mit akarsz, Nyuszi? Opa! Tehát, mutatom neked a videót. Látod, itt ez a videó, és aki ide kommentált a videó alá, látod? Hol van? Itt van a kommentek, ezek közül ki fogunk valakit sorsolni. Meg is mutatom neked, hogy az összes kommentet betöltöttem, lemegyünk a legaljára, és látod, nincs ide kiírva, hogy tudsz még több kommentet betölteni. És az összeset betöltöttem, kaptunk vagy valami több mint 800 kommentet. Azt mondom, hogy kezdjük egyet fölülről, aztán kezdjük alulról. Tehát, ahogy fogjuk csinálni,
Kitalálunk mindjárt egy számot, pörgetek annyit, mondjuk hármat, hármat lefele, és föntről lefele leszámolunk valamit. Na várjál, mindjárt kigondolom, hogy hogyan. Na, mondjuk egy számot, vagy találjunk ki egy számot, hogy ne legyen bele veszekedés, mutatom. Itt egy ilyen hirdetés, 69, én azt mondom, hogy akkor forgassunk 6-ot lefelé, 26-ot, és a 9. emberke föntről lefelé fogja megnyerni az első képes lapot. Tehát 6-ot húzunk lefelé, amúgy ez egy ilyen reklám. Látod, ilyen internetes reklám. Ajjajjajj, ne nyomogassál! Most mi történt, te nyuszi? Na, húzzunk 6-ot. Hol az egerem? Megvan az egerem. Készen vagy? Figyelj! 1, 2, 3, 4, 5, 6. És a föntről a 9. Egy, apá! Kereska, a Davis-e majdnem leesett innét. Itt állom úgy rajtam. Tehát a 9. emberke föntről lefelé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Várjál. Következő lesz az 9. Nem más, mint mutatom nektek. Antal Micicki. Remélem, hogy jól mondom a nevedet. Na várjál, próbálok rá közelíteni neked. Ott. Gratulálok neked. A földközi tenger körbehajózni. Oda én is elmenném, szívesen körbehajoznám, úgyhogy te vagy a szerencsés nyertes, hogy melyik képes lapot, nem tudom. Majd valamelyiket küldöm és aláírom valamit. Írok rá neked, tehát gratulálni szeretnék neked, úgyhogy várjál, menjünk tovább, és a Davis le akar menni. Na, elment a Davis enni. Joghurtot, látod, elment a feleségemmel. Úgyhogy most csináljuk ugyanazt, mint az előbb, hogy 6 húzok hozzok nem lefele, hanem felfele, és a 9. emberke alulról számolva felfele. Lementem a videónak az aljára. Na, látod, itt vagyok lent az aján, ő az utolsó ember, és 6-ot menjünk felfele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. lentről. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, figyelj, a következő lesz. 9, nem más, mint Mészáros Szomorú Miriam. Ausztria, gondolom. Én remélem, hogy jól mondtam a nevedet, úgyhogy neked is gratulálni szeretnék. Küldöm a képes lapot. Majd mindenkit arra kérek meg, hogy írjátok meg a címeteket, de nem máshol, mint itt YouTube-on keresztül üzenetbe. Amint megírhatok a címeteket, a héten vagy jövő héten valószínű, hogy küldöm nektek. Úgyhogy az utolsó, nem is tudom, hogy húzzuk az utolsót. Menjünk fel a videó tetejére, várja. Menjünk a videónak a tetejére, és mi van ma? Ma van 24-e, ahogy látjátok, látod? Úgyhogy húzzunk, ne 24-et, mert az túl sok, húzzunk talán 4-et, nem azért 4-et lefelé, és mondjuk 2-t fölülről. Tehát 1, 2, 3, 4, és 2 fölülről. 1, 2, nem más, mint Ádám Austin. Remélem, hogy látod, jól mondom a nevedet. Ausztrália, na meg olasz-belga formula 1 pályára. Neked is gratulálni szeretnék, úgyhogy az összes nyertesnek tényleg gratulálni szeretnék, és arra kérlek meg titeket, hogy írjátok meg a címeteket, és küldöm a jövő héten a képes lapokat. Most pedig nem más fogunk csinálni, mint nem tudom mit csinálunk. És a Davis most a joghurtot eszik, a Lucas az fékezett a trónulással és bent van a szobájába éppen valamit játszik. Én meg azt mondom, hogy elmegyek inni egyet. Elment a Davis, öppá, fürdeni, amúgy kezd lemenni a nap. A Lucas az itt van, kint, szervusz. És... Na várjál, jön vissza a Lucas. Te nyuszi! Futkolászik. Na ezt állni! Hova mész? Te! Nyuszi! Nem mutatom meg, mert nincs rajta semmi. Kifutott a fürdőből. Feleségem elkapta, visszavitte, belerakta a fürdőkádba. Úgyhogy mi most amúgy nézünk tévét, valamilyen gyerekműsort megint a Disney csatornán. Miért van bent a felirat? Nem tudom, valaki mindig valamiért belerakja, vagy beleadja, nem tudom, na minden. Úgyhogy mi csinálunk? Kiveszik a feliratot a tévéből, azt ezt a videót itt most lassan mi befejezzük, és... Na várjál, hova kell kattintani? Lucas? Ja, azon! Ide! Na, várjál, megtaláltuk, ott van. Puff, kiment a felirat. Ez most hol megy? Ez nem is a tévébe megy. Felvételről megy. Vagy le van töltve. Te. Ja, feleségem az indította. Na milyen? Úgyhogy ezt a mai videót itt most mi befejezzük. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét! Szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia!